Vekóf Károly történész, a Bábesbólyai Egyetem történelem karának nyugalmazott tanára az Erdélyi Múzeum Egyesület székházában tartott előadást. A téma Trianon és a trianoni katasztrófához vezető út volt, illetve az a kérdés, hogy az akkori kormányoknak, a monarchia vezetőinek volt-e B-terve arra az eshetőségre, hogyha a monarchia vesztesen fejezi be a háborút. Az előadó szerint annak ellenére, hogy milyen óriási jelentősége van Trianonnak, nagyon sok kérdés maradt megválaszolatlanul, illetve sok tévhit van. Néhányat a megválaszolatlan vagy további kutatásra váró kérdések közül már az előadás elején felsorolt. Ilyen a magyar államférfiak, politikusok felelőssége az összeomlásban. A választójog körüli viták rendezetlensége a korban. A földkérdés, amelyet úgy szintén nem rendeztek a háború előtt, ez az elégedetlenség pedig tovább fokozódott a háborús évek alatt. Negyedik pontként a megválaszolatlan kérdések között a mai történelemírás adósságait említette az előadó. Többek között azt, hogy olyan kulcsfontosságú személyiségekről, akiknek fontos szerepük volt a Trianon történetben, mint például Clemenceau, Benes vagy éppen Aponyi Albert, nem készültek átfogó, monografikus munkák. Az előadás első részében Vekóf Károly rávilágított arra, hogy az osztrák-magyar monarchia egy aszimmetrikus államalakulat volt. A két fél nem volt egyenlő egymással. Egy látszat függetlenséggel rendelkezett Magyarország, azonban hiányzott a saját külpolitikai rendelkezési joga és a hadügyi, valamint a pénzügyi területeken is az önállótlanság jellemezte. Olyan kiemelt minisztériumokról beszélünk, amelyek nem voltak magyar kezelésben, volt valamelyes beleszólásuk, de lényegében ezt az osztrák fél rendezte, nevezetesen a császár. Az érdekessége ennek a dualizmusnak gyakorlatilag, hogy miközben Magyarországon egy belpolitikai önállóságról beszélhetünk, ahol létezik parlament, parlamenti élet és a belpolitikai kérdéseknek a rendezése, gyakorlatilag a hadüggyel, különben is ez egy korlátozott kérdés volt, amit engedélyeztek, a hadüggyel és a külüggyel valójában a császár Ferenc József foglalkozott. Egy nagyon érdekes konstrukció ez a dualizmus, amelyik valójában Ferenc Józsefre volt szabva. És érdekes mód Ferenc Józsefnek hihetetlen beleszólása volt mindenbe, ami érintette már a lényegi kérdéseket. Ő volt az a kiegyensúlyozó fél, vagy kiegyensúlyozó tényező a két fél között, aki egy kicsit mindig azért az osztrákok fele húztatta, billentette ki a mérleget. Gyakorlatilag három minisztérium, tehát a hadügy, a külügy és a pénzügy, az ki volt emelve a többi közül, mind a két kormányzat, mind az osztrák birodalmi félnek, mind a magyar félnek a hatásköréből. Nem részletezem, hogy volt még egy külön küldöttségi intézmény a két fél részéről, ahol megvitatták a közös dolgokat, de a lényeg az volt, hogy legutolsó soron a császárnak volt beleszólási és döntési joga, aki látszólag nem élt vissza a jogaival, de valójában rendkívüli jogokkal rendelkezett. Két külön kabinet volt, egy katonai és egy polgári kérdésekkel foglalkozó kabinet, mind a kettőben rendkívül súlya volt a császárnak, illetve a királynak, ugye magyar részről nekünk csak királyunk volt, mindig császárunk, nem? És az uralkodó jogosítványai tehát meghaladták az átlagost, főleg, hogyha mondjuk nyugat-európai uralkodókhoz mérjük ezeket a dolgokat. Sőt, a három minisztérium közül a külügy volt az, amelyik a legmagasabb jogosítványokkal rendelkezett, utána következett csak a hadügy és a pénzügyminisztérium. A korszaknak a kulcsdátuma 1918, a háború vége. Ekkor Vekóf Károly szerint két olyan személyiség kerül előtérbe, akik negatívan befolyásolják az eseményeket. Az egyik IV. Károly császár, a másik pedig Károlyi Mihály. Nem volt kellő tapasztalatuk, illetve pacifisták voltak, és folyamatosan a háború lezárására törekedtek bármi áron. Két olyan személyiség kerül előtérbe, akik döntően befolyásolják negatívan az eseményeket.
Az egyik az Károly császár, vagy negyedik Károly, aki egy gyenge kezű uralkodó volt, aki nem tudta betölteni a szerepét. A másik személyiség az Károlyi Mihály, aki később ugye magyar miniszterelnök lesz. A kettő között van egy érdekes, van néhány hasonlatosság. Az egyik, nincsen közigazgatási rutinjuk. Tehát nem voltak eléggé bejáratva abba, ahogyan egy kormányzatot kell irányítani. De ami sokkal fontosabb, a háború végén, a legsúlyosabb helyzetben mindketten pacifisták voltak, háború ellenesek voltak. Tehát ahelyett, hogy próbálták volna valamiképp a háborút úgy lezárni, ahogy szükséges, foggal és körömmel harcoltak, azért, hogy békét, békét mi hamarébb. Nyilván, hogy aki elhamarkodja a dolgokat, az hibázik és vét, rossz lépéseket tesz. Sajnos ez történt meg ebben a korszakban mindkettejük részéről. A másik közös vonásuk a befolyásolhatóság, és legalább annyira a nyakukba lehet varni azt is, amit úgy nevezünk, hogy naivitás. Elméleti emberek voltak, ideákban hittek, de hát a gyakorlat és az ideák között óriási a különbség. Na most, ha Károly császárt vesszük sorra, akkor a legfontosabb, amit elmondhatunk róla, hogy nem tudta működtetni azt a rendszert, azt az államrendszert, a dualizmust, ahogy ezt Ferenc József meg tudta tenni. Nem tudta. Sőt, a rendszer ellenállt neki. A másik dolog, ami legalább olyan fontos, hogy próbált ezen segíteni, lecserélte Ferenc Józsefnek a fontosabb személyiségeit, erre kiderült, hogy rosszabbakra cserélte le őket. Tehát ezzel se tudta a helyzetet megoldani, ellenállás volt a rendszer részéről különben, és a békepártiság nyomta rá mindenre a kezét. Tehát valójában mind a kettő alkalmatlan volt arra a feladatra, amire szánták őket, és arra a tisztségre, amit ők betöltöttek, és mind a kettőnek volt annyi önbizalma, önjelöltek voltak. Azt hitték, hogy ők azok, akik majd megoldják ezeket a kérdéseket. Az 1918 őszi eseményeinek részletes bemutatása után, amely során az előadó kitért az őszi rózsás forradalomra, a pádovai fegyverszüneti egyezményre, illetve a belgrádi katonai konvenció által Magyarországnak diktált feltételekre, az előadó néhány mondatban megpróbálta összefoglalni a saját meglátása szerinti összefüggéseit ezeknek az eseményeknek, illetve azt, hogy az ő olvasatában miért történhetett meg ez a mai napig hatását éreztető nemzeti tragédia. Ami magyarázza mindazt, ami történik, az egy nagyon érdekes dolog, nevezetesen a kiegyezés elfogadható volt a magyarság számára. Valóban gazdasági fejlődés indul be, és nem is akármilyen. Valóban biztonságban él az ország, nincs háború két nemzedéken, 50 éven keresztül, és Magyarország ilyen dolce far niente állapotba kerül, és gyakorlatilag elaltatta a kiegyezés a Magyarország, a magyarság önvédelmi reflexeit. A lecsökkentett hatáskörei a magyar kormánynak, tehát külpolitikai és katonapolitikai vonatkozásban végzetesen számítottak ebben a helyzetben. Gyakorlatilag a főhatalomnak, mert mindenki érezte, hogy az osztrákoknak egy kicsit több hatalma van, gyakorlatilag ez a megszűnése az osztrák birodalomnak, mint olyannak, mert ott is belső forrongások vannak, de amelyik már nem támogatja Magyarországot, hisz két külön államiságról van szó, ez kihatott az egész belpolitikai helyzetre, az összes kormányzati szerv nyugodtan végezte addig a dolgát, mert tudta, hogy a birodalom áll a talpán, és minden működik úgy, ahogy kell. Ahogy megszűnik a két ország között, vagy ország rész között a kapcsolat, abban a pillanatban egyszerűen a helyi hatóságok elvesztik a biztonságérzetüket, és elkezdenek menekülni. Közben alakulnak meg a nemzetiségek lakta területeken, alakulnak meg a nemzeti bizottságok, amelyek fokozatosan, és a nemzetőrség, amelyek fokozatosan átveszik a hatalmat a hivatalos hatalomképviselőitől. Az előadás címében föltett kérdésre Vekóf Károly történész válasza egyértelműen a nem volt.
nem létezett B-terv, nem létezett semmiféle elképzelés arra vonatkozóan, hogy egy háborús veszteség esetén hogyan lehetett volna kiutat találni az összeomlásból.